Szevasztok! A mai videó két dologban fog eltérni az eddigiektől. Egyrészt nem egy klasszikus filmismertetés volna a célom, hanem sokkal inkább egy filmművészeti eszköz, a szimbolika bemutatására tennék kísérletet egy jól konkretizált jelkép példáján keresztül. Másrészt nem a számomra központi, kiemelt jelentőségű időszakból, a 80-as évek környékéről halásznék elő egy ismert vagy kevésbé ismert látnivalót, hanem a 2010-es évtizedből, és nem is egy, hanem rögtön két darabot ajánlanék. A választott szimbólum nem más, mint a pók, ami számos jelentéstartalommal és szerepben jelenik meg a képernyőn, de a bemutatandó filmekben magára ölti a szimbolika azon köntösét, amely véleményem szerint a filmművészet lényegéhez enged közelebb kerülni. Íme hát az első film. Gyilkos pókok. Nem, csak vicceltem. Mindenek előtt leszögezném, hogy a videóban rommá fogom spoilerezni az adott filmek cselekményét, ugyanakkor tényleg erősen ajánlom azokat megtekintésre, szóval aki szereti a meglepetéseket és szereti maga megélni a filmes élményt, esetleg fordulatokat, csattanót, annak erősen ajánlom, hogy ennek a videónak a folytatása előtt nézze meg az alábbi két művet. Óriás pókok. Arachnofóbia. Nem, csak vicceltem. Ezeket csak akkor ajánlom megtekintésre, ha valaki annyira unatkozik, hogy az Adam Sandler maraton közben madárpókot patkol hátulról, miközben Szijjártó Péter folytogatja. Nos, én már láttam mindkét filmet. Tehát amiről valóban szó lesz, azok a következők. Pókember idegenben. Pókember. Nincs hazaút. Nem, egyáltalán nem. Az ajánlott filmek a 2013-as Ellenség Jake Gyllenhaallal és a 2018-as Possum Sean Harris-szel a főszerepben. Mindkettő igen nyomasztó pszichodráma, a Possum ráadásul már horrorba hajló David Lynch-es beütéssel borzol, valószínűleg ezért tetszik annyira. Elsőként tehát lássuk az Ellenség című filmet, még egyszer spoileres szimbolika fejtegetés következik. Adam fanatikus maszturbátor és könyökfoltos történelem tanár, aki hétrét görnyedve éli unalmasnak tűnő életét, amelyben előadásokat tart és sosan átdugja napról napra. Mégis valami láthatóan nem stimmel ezzel az ismétlődő panelekből álló monoton élettel. Egy nap kollégája tanácsára elmegy egy DVD kölcsönzőbe. Igen, oda, ebből is látszik, hogy kanadai filmről van szó. Megyek a kölcsönzőbe kölcsönözni. Ön is kölcsönözön a kölcsönzőben. És a kikölcsönzött filmben saját magát véli felfedezni egy kisebb szerepben. Na mi az a nagy hír? Megkaptuk a szerepet a Betlehemesben. Én vagyok a homár. Teljesen rákattan az alter ego dologra, nyomozni kezd, még a postáját is ellopja, telefon betyárkodik. Hello? Először egyenként letépem a blúzodról az összes gombot. A nyelvem végig siklik a nyakadon, a fehéren világító melleden. Aztán lassan centinként lehámozom rólad a farmert. És végül kapcsolatba lép klóniker testvérével. A másik csávó tényleg ugyanő, egyel kivakaródzottabb kivitelben, színész, nős, a felesége terhes, de még a hegeik is ugyanott vannak. Adam persze előadja az anyjának is a sztorit, aki Dobrev Klára és tagadja, hogy kétszer is megszülte volna egy szemfiát. Így a rejtély csak fokozódik, főleg mivel egy gigantikus pók is keresztül sétál a város fölött. Végül persze megtörténik a kihagyhatatlan szerepcsere, mindketten összefekszenek a másik nőjével, a barátnő autóval esetben kimúlik, a terhes feleség meg pókká lesz a fürdőszobában. Most pedig lássuk, mi is az a Possum. Titi hajnalka, opossum mese. Nem, egyáltalán nem ez. Lássuk. Filip egy minimum neurotikus bábmester, aki munkája elvesztése után hazatér szülőházába, amely leginkább egy sósartyáni putri elüszkösödött maradványára emlékeztet, a benne élő kolgétszagú nagybácsival, Morisszal együtt. A főhős egy titokzatos bőrtáskát hord mindenfelé magával. Örülünk? Vincent? Örülünk? Amelyből csak hamar előkerül egy emberfejű, de póktestű marionett báb, amelytől Filip minduntalan igyekszik megszabadulni. Hol egyszerűen leteszi, hol vízbe dobja, hol elégeti, hol kihajítja. Menj innen, rusnyapók! De mind a hányszor visszatalál hozzá a szimpatikus kis ízeltlábú.
Közben kiderül, hogy egy fiút, akivel még a vonatállomáson találkozott, eltűntként keresnek, és lassanként Philip válik az első számú gyanúsítottá, bézs színű balonkabátja és furcsa járása, viselkedése miatt. Hogy bizony? Az a szekrény hatagyú. Bocsánat. Az emberpóktól való lankadatlan szabadulási kísérletek során megtudjuk, hogy Philip szülei egy lakástűzben vesztek oda gyerekkorában, s hogy egy sorozatgyilkos is élt a vidéken évekkel korábban, szóval minden adott volt, hogy egészséges lelkű, érzelmi intelligenciával megáldott felnőtt váljon belőle. Én kimerem mondani azt, hogy én nem segítek az embereknek. A pókbáb egyre fenyegetőbbé, Philip egyre kétségbe esettebbé válik, végül aztán letámadja őt a nagybácsi a hálószobában. És rövid, de annál gusztustalanabb dulakodás után végül Morris megmurdel, és sötét titkaira fény derül, midőn a táskában rejtegetett fiú kiszabadul. Az ágy mögött, az ágy alatt, egy pók futott, egy pók haladt, sötéttel így szövetkezett, a fény helyett. Nos, lássuk tehát azokat a pókokat. Hello, hello! Nem rólad van szó. Takarod szépen a picsába. Úgy. Tehát, az ellenségben a női dominancia, az elköteleződés, a nőktől való elnyomatás, illetve az ezektől való félelem szimbóluma a pók. A Gyllenhaal által játszott karakterek valójában egyazon ember kétfelé hasadt személyiség darabjai. A film elején látható, ahogy a főhős valamiféle titkos szektagyűlésen vesz részt, ahol egy mesztelen nő maszturbál a nézők gyűrűjében, majd egy magas sarkú cipővel eltaposnak egy hatalmas tarantellát, mint egy jelképezve a szexuális kicsapongás elemi erejű csapását a feleségre, az elköteleződésre. Később láthatjuk, ahogy Adam anyjának látogatásakor egy gigantikus méretű pók sétál át a városon, s ilyes formán a fiú életét teljesen leuraló anya szimbólumaként tűnik fel. A záró jelenet során a titkos szektától kapott új kulcs birtokában Anthony nem tudja megállni, hogy újra a bűn útjára lépjen felesége mellől, és már is kitalál egy ügyetlen kis hazugságot ürügyként az esti távolmaradásra, mire a szobában, ahová az imént a felesége lépett be, egy rettegő és vagy támadni készülő hatalmas pók jelenik meg. A pók szimbólum ezúttal is a kalandokat, kicsapongást akadályozó, arra agresszíven reagáló nő, a feleség jelképe. A film a pókokon túl is tele van szimbólumokkal, rejtett és kétértelmű utalásokkal. A főhős egyik személyiségét Adamnek hívják, talán nem véletlen, hogy az autóbalesetből származó heg is az oldalbordáján látható, ahonnan egykor a nő megalkottatott. Az előadásain Adam a folyton ismétlődő történelmi esemény folyamokról, a diktatúrák elnyomási módszereiről és a cenzúráról beszél minduntalan, miközben az ő élete egy állandóan önmagát ismétlőnek, női elnyomástól és öncenzúrától terheltnek tűnő eseményhurok. Minden bizonnyal az sem véletlen, hogy a saját életéből kitörni vágyó karakter a kikölcsönzött filmekben mindig mellékszereplőként azonosítja magát. De térjünk is át a posszumra. A kezdetben flashbackeknek vagy előrepillantásoknak tűnő kissé kuszának ható jelenet sorok végén egyértelmű választ kapunk arra, mit is szimbolizál a póklábú, állarcos bábfigura. Mint kiderül, a szülők halála után Morris bácsi nevelte a kis Philipet, mely nevelés nem meglepő módon abúzussal volt fűszerezve, s a molesztálás során használt a traumatizált gyermeki szemmel természetellenesen hosszúnak és visszataszítónak látott ujjak jelképe lettek a póklábak. Ízelt lábúként kúszott be éjjelente a kisfiú ágyába, és az általánosságban is gyakran viszolygást kiváltó állat remekül jelképezi a bénító rettenetet, amelyet a bántalmazott érezhet, illetve azt is, ahogyan a nyomasztó emlékképet, mint egy ruhánkon mászó pókot próbáljuk lesöpörni magunkról, sokszor hiába. A posszum a pók metafora mellett talán még az ellenségnél is több egyéb jelképet vonultat fel. A fekete léggömbök egyszerre jelképezik a lakástűz során felszálló füst és korom fizikai hatását, és a szülők halála után elvesztett gyermeki ártatlanság bemocskolódását. Azt is megtudjuk, hogy Morris bácsi volt a régen keresett sorozatgyilkos, aki táskákba rejtette áldozatait, innen hát a táska szimbólum, amelyből elő-elő mászik a rénpók. A maszk és a zöld cukorkák mind-mind a régi gyermekgyilkosságok eszközeinek, körülményeinek szimbólumai, ahogyan a film végén táskából kiszabadított gyermek egyszerre jelentheti az eltűnt fiú szabadulását, és Philip lelki pszichés szabadulását a táskában rejlő pók terhe alól a nagybácsi halálával. Morris azt is elmondja, hogy a kis Philip bizonyára tudta, vagy legalább sejtette, hogy a bácsi keze van a gyilkosságokban, de nem mert szólni senkinek az ő csapdában tartó rettegés miatt. Ezt a bűntudatot jelképezi az elrabolt fiú kapcsán történő gyanúba keveredés, és a fekete eső is, amely bemocskolja Philipet akarata ellenére. Bár ezek a művek, és elsősorban a posszum igen nehéz filmek, amelyek okozhatnak egy-két kellemetlen percet,
és még napokig foglalkoztatják a nézőt, mégis úgy vélem, az ilyen vagy ehhez hasonló képi tartalmi megoldások támasztotta kihívás kellene legyen a film elsődleges feladata. A küldetés, amitől tényleg művészeti ággá emelkedik a puszta szórakoztatás, lenyűgöző látvány és nagy költségvetésből kivitelezett élmény orgia helyett, vagy legrosszabb esetben mellett. Érdekes ellentét vehető észre ezeknek az elenyésző hírverést kapó és a legismertebb pókfilmek között. Míg az említett két film külön-külön is többet vállal az érvény üzenetének célba juttatásából, mint a méltán népszerű szuperhős multiverzum filmek együttvéve, addig az utóbbiak külön-külön is összehasonlíthatatlanul nagyobb költségvetéssel érnek el tökéletes látvány és filmélményt az érvényes tartalmi elemek szinte teljes nélkülözésével. Hé! Nem mész innen a kurva anyádba! Takarodj már! Menj a faszba!